Üdvözlök mindenkit! A mostani videó témája Hogyan mutatja be a narcisztikus a párkapcsolatát, ami véget ért? Hm. Rengetegen erre kapásból tudják a választ, hiszen aki volt már valaha a narcisztikus kapcsolatban, az pontosan tudja, hogy mi az a menetrend, ami ilyenkor jön. A narcisztikus embernek ugye az összeseksze elmebeteg volt, kihasználta, megalázta, megcsalta, elnyomta, szóval a narcisztikus egy áldozati szerepben tetszeleg, és ha a narcisztikusnak a szemszögét nézzük, akkor ő valóban ezt úgy éli meg, hogy ő egy áldozat volt. Ne feledd, a narcisztikus az torzítja a valóságot, egy, által, egy, alternatív valóságot futtat mellette. Tehát van a te valóságod, a valós valóság, van a narcisztikus valóság, az ő alternatív valósága, és a kettő, hát az nem lesz ütközési pont, hanem így elmegy egymás mellett. De erről már sok videómban beszéltem korábban. Sokunknak megfordul ilyenkor az is a fejében, hogy szóljon-e a mostani partnerének, hogy egy narcisztikus az illető, hmm, ez teljesen felesleges, a narcisztikus szerelem bombázása az rendkívül intenzív és hiteles. Tehát téged nézne hülyének a jelenlegi partnere, és nem érteni, hogy miről is hablatyolsz, tehát miről is beszélsz te tulajdonképpen itt most. Nem érti, hogy hogy, hogy bánhatál el egy ilyen nagyszerű emberrel. Ilyenkor nem érdemes belemenni további magyarázkodásokba, elnézést kell kérni, és ha esetleg ezt szóba hoztad, akkor legjobb, amit tehetsz, hogy gratulálsz neki a nyereményéhez, majd foglalkoz inkább a saját életeddel, ennek legalább értelme is van. Az új partner az úgyis azt mondaná, hogy nincs is semmi gond, minden tökéletes, madarat lehetne vele fogadni. A narcisztikusok mindig ugyanazt a dinamikát követik, idealizál, Szerelembombáz, leértékel, eldob. Szóval, ahogy megy előre az idő, jön egy kis narcisztikus abúzálás a szerelembombázás után, aztán jön egy kis leértékelés, aztán jön egy kis manipuláció, vagy akár egy eldobás. A, az új partnere pedig csak fogja a fejét, ilyenkor kezdi már átlátja az egészet, hogy Úristen, hova az Istenbe kerültem, és hogy azon lesz, hogy hogyan másszom most ebből az egészből ki. Tehát a náciztikus emberek mindig minden kapcsolatukra csinálnak egy átdolgozott, valóságtól elferdített történetet, ami megfelelő nekik. Tehát nagyon jól tudják csűrni, csavarni a szálakat. És akkor nézzük meg, hogy miket is csinálnak, ha egy kapcsolatuk az befejeződött. Egyes pont azt mondják, hogy áldozatok voltak. Tehát kitalálnak teljesen valótlan dolgokat ami az ő alternatív valóságában valóban megtörtént. A probléma az ott van, hogy sokszor ezek a dolgok a valós valóságban, hát köszönő viszonyban sincs, nem történnek meg, nem történtek meg, a, vagy megcsaltad őt, nagyon rossz dolgokat tettél vele, előadja a végletekig megalázott ember történetét, akit szanaszét törtek. Kettes pont, az pedig a lejárató kampány, lefestéged olyannak, amilyen nem vagy, befeketít, nagyon rossz, nagyon rossz színben tüntet fel másoknak, és mindenkit arról győzköd, hogy mennyire rossz ember vagy. A lejárató kampányról már csináltam egy külön videót, akit érdekel, az megtalálja itt a csatornámon. Egy narcisztikusnál nincs olyan opció, hogy felelősséget vállal a tetteiért. Tehát nem fog oda menni senkihez, és őszintén elmondani, hogy nézd, figyelj egy pillanatra, igen, ez, ez a kapcsolatom ez, ez, azért, mert tönkre, mert hát sok hülyeséget csináltam. Megcsaltam, manipuláltam, hazudoztam neki, abúzáltam pszichésen, és igen, ezek nem szép dolgok, ezért nem vagyunk most együtt. Na, ez az, ami soha, de soha nem fog megtörténni egy narcisztikusnál. Tehát ha véget ért egy kapcsolatuk, téget fog bemutatni a rossz és gonosznak, aminek szinte semmi köze nem lesz a valósághoz. Tartja a mondás, mikor hazudik egy narcisztikus, hát amikor mozog a szája, a hazudozás az a narcisztikusnál egy ilyen létszükséglet. Tehát a ferdített valósággal stabilizálni tudják valamennyire, az instabil belső magjukat, tehát egy narcisztikusnak nincs stabil belső identitás magja. Azáltal, hogy másoknak bemutatja azt, hogy őt mennyire kihasználták, megalázták a kapcsolataiban, attól egy narcisztikus igen, jobban érzi magát. Tehát védelmezi ezzel azt a bizonytalan, törékeny, sérülékeny egóját. A narcisztikusnak sosem lesz fényesebb jövője senkivel, tehát nem tudja senki és semmi boldoggá tenni, ne is irítj ki egy arra jelenlegi párkapcsolatára, ami akár úgy nézhet ki jelenleg, hogy működik, boldog benne, de ha egy narcizikusról beszélünk, akkor ne feledd, minden csak idő kérdése. A narcisztikus minden múltbéli kapcsolata egy tökéletesen kidolgozott skifi film. Egy fikció aminek nincs köze a realitáshoz, viszont, mint rendező, hmm, jó filmet csinált, aminek egykor te voltál a főszereplője, de ennek a filmnek már vége, tehát koncentrálj a jelenre és a valóságra, ez a lehető legjobb dolog, amit ilyenkor tehetsz. Már ennyit, köszönöm a figyelmet, ha tetszett, akkor nyomj egy like-ot, csatornámra sok videóban feltöltve, lehet valamelyik kérdésedre megtalálod a választ.